Tisztelt megyegyűlés! Elbarátaimmal együtt benyújtottunk egy határozati javaslatot. Szégyen gyalázat! Amellyel támogatni kívánjuk Kossuth Lajos országgyűlési követ indítványát, az örök váltság, a felelős minisztérium, az adminisztrátori sérelmek ügyében... Kibújt a szög a zsákból! Nem tetszik nékik az adminisztrátor úr! Eltalálta kanalok úr. És az sem tetszik nekünk sok egyéb közt, hogy vármegyénk élén egy Bécsben kinevezett személy álljon. Egy ötment! Megsértette az elnököt! Szétsértés! Bírságolni! Nem én mondtam! De vállalom a bírságot! Van benne elég, telik a következő bírságra is. Javaslatunktól nem állok el, és elnapolni nem engedjük, hogyha ellenünk szegülnek a pokoknak minden erő is. Telik még belőle? Hát akkor kimondom, nem akadályozzék bennünket semmiféle kalátmesterkedés és hitványság. A következő határozatot hoztuk. Miután mai tanácskozásunkon a békés vitára lehetőség nincs, és a felizgatott kedélyű jelenlévők a gyűlés méltóságát sértő zajongásra ragadtatták magukat. Hol van itt zajongás? Most nincs, de majd lesz. Jogos az elnök úr! Rendet kérek! Élek elnöki jogommal! A megyegyűlést ezennel feloszlatom! Bizonytalan időre elnapolom! Új elnököt válasszunk és folytatjuk a tanácskodást! És szembeszegülés az elnökkel! Lázadás! Rebellió! Hangúrok előre! Tiltakozunk a törvénytelen erőszak ellen! Megszökött! Fogják el a papot! Nyugodjatok meg, barátaim! Nyugodjatok meg! Vissza, mandúrok! Egyedül én parancsolok nektek. Én a vármegye örökös főispánja. Ki áll Baradlay főispán mellett? Én!